egy 2011-ben módosult rendelet alapján kiterjesztették a fixesítés, más néven referencia árazás szabályait. Ennek lényege, hogy a finanszírozó úgynevezett fix csoportokba sorolja a gyógyszereket, és azok egy napi adagjához ugyanolyan összegű támogatást nyújt. Az intézkedés célja a készítményekre fordított közkiadások csökkentése. Így vannak olyan gyógyszerek, amelyek beszerzési ára mellett a rájuk eső támogatás mértéke is csökken, vagyis a vásárlók sok esetben nem fognak kevesebbet fizetni a gyógyszertárak pénztárainál. A mai nappal valóban 59 terméknek csökkent az ára, különböző mértékben a legkisebb az 1 forint, és vannak, amelyeknek több ezer forinttal csökkent az ára. Ezeknek egy jelentős részénél a betegek azért nem fognak ilyen mértékű árcsökkenést tapasztalni, hiszen ez a beszerzői árakra vonatkozik, és ebből még le kell vonni a TB által támogatott gyógyszereknél a támogatást, és hogyha a támogatás mértéke is változik, esetleg csökken, akkor lehet, hogy a beteg ugyanannyit fog fizetni, vagy csak 100-200 forinttal kevesebbet, mint az előző hónapokban. Nagy Zsombor hozzátette, a patikák életére is hatással van az árcsökkentés, ugyanis jó eséllyel a korábban beszerzett, akár magasabb árú készítményeket értékesítik a mától érvényes csökkentett áron.